Ha nem tévedek, most illik megvárni, hogy a herceg vessen fel témát. Ha neten arra vár, hogy beszélgetést kezdeményezzek, még igen sokáig várhat. Ja, hogy ne. Ismer vicceket? Nem erősségem az időzítés. Kérted? Köszönöm, nem. Én innik egyet. Nem lát hozzá a kezeléshez, doktor Log? Csupán, ha szeretné, hogy kezeljem. Kérem, szólíts a Lionelnek. Nem, jobb. Szeretem a doktort. Én pedig a Lionelt. Hogy szólíthatom? Királyi fenségnek. És azután mondja, hogy uram, az túl körülményes. Jobb szeretném a nevét. Hmm. Albert Frigyes, Arthur, György, a herceg. Mit szólna a Bertiehez? Csak a családom szólít így. Tökéletes. Mert idebent jobb, ha egyenlők vagyunk. Ha egyenlők lennénk, nem kéne itt lennem. Otthon lennék a feleségemmel, és rám sem hederítenének. Ó, kérem, ezt ne tegye. Parancsol? Úgy gondolom, ha a füst kerül a tüdejébe, az ártalmas. Az orvosaim szerint ellazítja a torkot. Azok ökrök. Mind lovagok. Akkor címeres ökrök. Idebent én diktálok. Köszönöm. Mik a legkorábbi emlékei? Mégis honnan? A gyerekkorából. Én nem... magánügyeket jöttem megvitatni. Akkor mi hozta ide? Az átkozott dadogásom! Egy kicsi lobbanékony. Egy gyengeségem! Mikor kezdődött a defektus? Mindig is kilottam. Erősen kétlen. Nem! Tudhatja, ez az én dadogásom! Ez az én szakterületem, és higgy el, egy gyermek sem kezd dadogva beszélni. Mikor kezdődött? Úgy 5 évesen. Ez tipikus. Ezt már mondták. Nem rémlik, hogy ne dadogtam volna. Készséggel elhiszem. Gondolkodáskor hezitál? Micsoda marhaság. És amikor magában beszél? Hiszen mindenki motyorászik magában, Bertie. Kérem, ne szólítson így. Nem fogom másképp szólítani. Nem? Akkor befejeztük. Ezt is felszámítja, doktor? Bőségesen. Még hagyom állni. Tehát, dadog, amikor magában beszél? Nem. Szó sincs róla. Ez bizonyítja, hogy a beszédhiba nem permanens része. Mit gondol, mi okozhatja? Azt nem tudhatom. És nem is. Érdekel. Dadogok. Senki sem segíthet. Fogadok, folyékonyan fog olvasni itt azonnal. Ha megnyerem a fogadást, tovább faggathatom. És ha én nyerek, nem kell válaszolni. Fogadni pénzzel szokás. Akkor legyen egy shilling. Hát, tegye ki az asztalra. Sose. Hordok pénzt. Bevallom, valahogy sejtettem.
Kisegítem, és legközelebb megadja. Már ha lesz legközelebb. Még én sem mondtam, hogy elvállalom. Kérem, álljon fel, és ezt olvassa fel. Innen. Nem. Ezt nem tudom elolvasni. Veszített, mert meg sem próbálta. Lenni, vagy nem lenni, az... Látja, nem megy. Még nem végeztem. Rögzíteni fogom a hangját, és ugyanezen a masinán visszajátszom. Bizony, zseniális új amerikai találmány. Egy Silverton. Ezt tegye fel. Egy silingatét meggazdagodhat. Játszik. Tudom. Így hogy halljam, amit mondok? Egy hercegé, hogy bizonyára tudja, mit csinál a száj. Nem igen, járatos hercegi körökben. Reménytelen! Reménytelen! Fenséges volt. Hát hazudnék egy hercegnek 12 penéért. Sejtelmem sincs, mit meg nem tenne egy ausztrál ennyi pénzért. Hadd játsszam vissza. Nem. Ám legyen, akkor tovább foggathatom. Köszönöm, doktor úr. De ez hiába való. Köszönöm, hogy időt szánt rám. Ég ágya. Uram! A lemez ajándék. Kérem, tartsa meg emlékbe. Az érdekben.